amelyben húsvétra betűnt. Elpöltöseket keresünk, a színét rád bízom. Szedjünk elő legalább 6 elpöltöst, iskolások segítsenek felszállni az óvodásoknak. Ugyan ügyes, nagyon-nagyon jó. Mutasd már fel, légy színes a többieknek. Mutassátok fel. Itt már, gyerekek, itt már elkészült egy polc, nézzétek, milyen ügyes. Árut el ne felejtsetek tenni rá, és nézzétek csak, majd megkeressük ezt az elemet, ami a pénztárgyét. Már ki is veheted, jó? Tegyél alá egy asztal, és tervezd meg, hogy hol legyen majd a pénztáros néni. Sok árut tegyetek, hímes tojás, dobozokat, legót el ne felejtsetek venni. Pénztáros néni mit fog mondani, mennyit fizessen, Jancsi? Szerinted? Dorka? Te mennyiért adnád ezt a nagyitót? Jó nagy árat mondjál. 4000 forint. Na, köszönöm. Fogyátok, hát ennyi munka nagyon után nem. Na most kellene. Ezzel jelezzük, hogy most már nincs a kezünkben több legó elem. Köszönöm, pont össze a karod. Most a bal oldalon ülő gyerekektől fogom majd kérni, hogy mutassák fel a kész munkájukat. Mit csinál az apukát? Tudod, hogy mit dolgozik? Apukát Pesten fogják dolgozni. És hogy jön haza? Hetente, vagy minden nap? Hetente. Minden nap. Minden nap haza jön? Ez nem, ez nem. Nagyon szeret benneteket az apu. Igen? Ő is? És ő is haza jön minden nap? Igen. Apu dolgozik? Otthon van? És mit csinál egész nap? Mondom, Krisztus. És anyu? Takarok. Munkahelyben dolgozik. Én az anyukám iskolába jár, apukában Pestre. Anyukám pedig nyíregyházán dolgozik, hozzágyárban. Ez igen. Anyu takarít. Igen. Vámnak főz. Apa az észmomba jár, éppőkön szokott hazajönni. Igen. És anyu? Ő az egy iskolába jár. És mit hoz anyuszi? Tojást! Én itt hoztam egy csomó tojást, most maradjatok még a helyeteken. Látjátok? Ez nektek van, de azt hiszem, hogy ezért a nagyon jó munkáért a legnagyobb tojás az a tanítónéninek jár, az ovisok meg a elsősök, a nagycsoportosok elsősök nevében boldog is végtek. Ti pedig a végén ide rakom középre, és ha a tanítónéni engedélyezi, akkor gyertek. Köszönöm.